Jó estét kívánok! Most néztem rá itt a papírjaimra is. Olvasom, hogy ez a 199. hashtag bocskoradás. Bravo! Nem, csak felkészítenek benneteket, hogy egy hét múlva bravo. Tehát ez egy hét múlva nagy bravo. Hát köszöntöm a vendégeimet. Csertes Laura! Tornóczky Anita! Szécsi Zoli! És Lakatos Márk! Óriási! Ki az, aki nagyon fáradt? Anita drágám! Picit fáradtam, mert évvégén nálam mindig nagyon sok kutya van jövésmeni, és meg lett egy új kutyám is. Még egy kutyád? Igen. Ez hanyadik? Bözsi néni. 200-adik? Bözsi néni? Bözsi néni, 21 éves. Oh. Holnap lesz a születésnapja. De ezt mondd már el, hogy egy gratulálok amúgy. Hogy kerül egy 21 éves kutya új gazdihoz? Hát azt gondolná az ember... Meghalt a gazdi. Meghalt a gazda, és az örökösök mellől valahogy utcára került tisztázatlan körülmények között, és bekerült egy menhelyre, és karácsonykor gondoltam, hogy az biztos, hogy Bözsi néni nem fogja a karácsonyt egy menhelyen tölteni. Igen, na, szuper! Márk, édes szívem Márk! Figyú, hát azért szomorú, hogy amikor utoljára találkoztunk, akkor még ugye nagyon lelkesen vezetted a reggelit. Most nagyon lelkesen nem. És most nagyon... Igen, és nyilvánvalóan nem tudom persze a részleteket. Az ember ugye nagyon mélyre tud kerülni, hogyha elveszít egy munkát, bármilyen munkát egyébként. És van tapasztalatod? Hogy? Hogy? Abszolút van, az borzalmas. Ugye? És nem, de tőled akarom megtudni azt, hogy ez a, nem tudom, esetleg szomorúság vagy mélyre kerülés, ez annak köszönhető, hogy ez váratlanul történt, vagy hogy magyarázat nélkül történt, vagy te valóban kíváncsi voltál az emberekre, akikkel ott dumálnod kellett, tehát hogy... Hát szerintem annyira, mint te biztos. Egyébként lehet, hogy az én kérdéseim olykor olyan csipkelődőnek tűnnek, de én tényleg kíváncsi vagyok. Tehát most mit tudom, a válaszod érdekel is? Hát kérlek, na. Ez például egy nagyon kedves dolog. Ugye, hogy ez... Igazából, ami nagyon rosszul esett, az ez a derültékből villámcsapásszerű közlés, hogy komolyan, én nem tudom, hogy te hogy vesztettél el munkát, vagy milyen körülmények. Hát rádiók szűntek meg de alólam, volt ilyen annak, is. Tudod, hogy elbúcsúzzanak tőled, megköszönjék, hogy ott voltál, te a nézőktől köszönhess szépen, tehát ugye ennek azért megvannak a formái, és ezt azért első körben nem sikerült a producernek megugrania, és aztán amikor így elkezdtem ezt szóvá tenni mindenféle fórumon, akkor a csatorna nagyon elegáns módon egyrészt exkuzálta magát, másrészt pedig aztán egy csomó olyan dolgot megadtak, amit szerintem első körben is meg lehetett volna adni, és akkor sokkal jobb lett volna a hangulat. De nem lehet, hogy egyiket attól tartottak, ez rengetegszer van. Hogy kinyitom a pofámat is, elöntöm a TikTokot, igen, tehát aki élő mikrofon és élő kamera előtt dolgozik, annál fennáll a veszély, hogy valamiféle düböl megbántottságból aztán olyat mond, hogy pont az... Pont azért kellett volna ezt hát, szépen ugye, elegánsan ugye, csinálni. Ugye? Tehát egyébként pont ez volt, ezt amikor már sokszor kérdeztem meg, hogy mert mindig azt mondja, hogy se szakma is, se személyes oka ennek a dolognak nincs, és akkor mégis kérdeztem, hogy oké, de akkor miért úgy kellett ezt elintézni, hogy a műsor után bejöttél a öltözőbe, és azt mondtad, hogy köszi, holnaptól ne gyere, hogy biztonsági okokból, és akkor tényleg megkérdeztem, hogy de akkor tényleg megkérdeztem, hogy figyelj meg, 5 éve dolgozunk együtt. De tényleg azt gondolod, hogy akkor én az élő műsorban leveszem a nadrágomat, és elkezdek ordiválni, hogy rohadjátok meg, vagy mire gondolnak? Most bátor vagy, mert ez nem élő, tehát most... Persze! Egy olyan tortát látnod kellett volna. Ismerem, tudom, hogy leveszi. Tudom, hogy leveszi bármikor. Teljesen kimelegettem ezt a tortát. Na, szóval azért tétlen nem voltál, mert szereztél új barátokat, GVM személyben például, van egy igazi... Hát ha barátok lehet, igen. Van egy Gucci tesód, mi van? Igen, tehát, igen. És ez azért érdekes... És az enyém tuti eredeti.
Na most te kötözködsz. Nem, na most te kötözködsz. De várjál, nem. Ugye, hát GVM egy külön figura, sokakat irritál, mert egyrészt ugye arról híresült el, hogy ilyen akár több millió forintot érő Gucci cuccokban pózol barátnőjével együtt, és akkor felmerült sokakban, hogy hamis lehet ez a cucc, nyilván ilyen rosszindulatú kommentelők, és akkor... Tulajdonképpen a nagy nyilvánosság előtt megvédted GVM-et, azt mondtad, hogy álljanak le a szemét kommentelők, és inkább arra legyenek büszkék, hogy vannak olyan magyar sztárjaink, akik nemzetközi szinten tudnak megjelenni. Mennyi keserűség és harag lehet abban, hogy az emberek nem értékelik, hogy ők pénzt és energiát fektetnek abba, hogy Gucciba öltözzenek. Azt mondd már el nekem, Márk. Azért ez egy olyan TikTok videó volt, aminek azért volt egy kicsit ironikus éle is, mert ugye ez GVM-nek a saját posztjára utalt, amiben ő kérte számon a saját követőit, nem követőit, rajongóit, nem rajongóit, hogy azért álljon már meg a menet, és inkább örüljenek az őt néző emberek, hogy valaki ebbe komoly energiát fektet, hogy nemzetközi szinten tud megjelenni. Nekem azért ez egy picit viccesnek tűnt, és azért az én videóm, ez bármennyire is bevédtem, azért nekem volt benne egy ilyen ironikus élem, mert nekem azért nagyon tetszett. Azt is éreztem, hogy akkor mennyire... Akkor te is azt gondolod, mint én, hogy a magyar társadalmon hogy kérjük már számon azt, hogy értékelje azt, hogy valaki több millió forint Gucciban. Szerintem tehát... eleve nem kell számon kérni senkin azt, hogy igen. Több millió forintos ruha van rajta. Az, hogy valaki stílusos vagy nem stílusos, igen, annak lehet örülni vagy nem örülni. Ez ugye pont akkor volt, amikor a Billie Eilish a kísérőjével egy ilyen Gucci paplanba öltözött valamelyik diátadón, tehát egy ilyen külön neki készült, gyakorlatilag olyan volt, mintha egy ágyneműbe lépett volna a vörös szőnyegre. Mondjuk az tény, hogy a Gucci ezért fizetett neki azt hiszem több mint $1 millió. Mert és számod is kérted, hogy a te bátyádat és a te nénédet igen. Miért nem szponzorálja már be a Gucci? De hát azért ennek érezzük az ironikus felhangját. Abszolút. Gondolom. Akkor mondd el nekem, hogy mi kell ahhoz, hogy valakit a Gucci szponzoráljon. Tehát mit képvisel? Hát mondjuk egy néhány milliárd követő. Nem lehet, hogy őket szponzorálja? Nem. Nem. Ahhoz, hát valószínűleg magyar... Követő kell, vagy a Gucci keres valakit? Ez egy érdekes dolog, mert például pont ugye nem pont azon a napon rúgták ki a Gucci-nak a tervezőjét, amikor engem is a reggeliből. No. November 23-án, és a nagy szellemek a találkoznak. Melyik az okozat? Hát ez az. De várjál, mert Cristiano Ronaldo-t is ráadásul. Azt hiszem, ott egy nap különbség volt. Ilyen fekete. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy például, ők, például ugye a Gucci az egy olyan influencer pult állít össze, hogy egyrészt vannak benne nagyon nagy sztárok, de vannak benne ilyen egészen fura, kiskövető bázissal rendelkező, de valami miatt a Gucci arculatához nagyon passzoló ilyen nis, vagy ilyen nagyon kis réteg művészek, hírességek, stb. Tehát ezt nagyon érdekesen állítják össze, de azért mondjuk Billie Eilish szempontjából veszek azt számít, hát hogy a földgolyó ismeri. Ti hogy vagytok egyébként a luxussal? Van-e bármi olyan, most nem úgy, mint ez a két fiú itt, hanem hogy van-e bármi olyan, amire azt mondod, hogy igen, ebből én megvettem magamnak egy darabot, egy luxus terméket, lehet óra, ruházat, nem tudom, kocsi, lakberendezés, bármi. Van olyan, amire azt mondod, hogy igen, erre költök? Igazából nekem mindig az ezzel kapcsolatban a meglátásom, hogy én, mint nő, nyilván egy csomó olyan dolog van, ami luxus cikk, és nyilván tetszik. Viszont nekem az fix a ideám, hogy amikor én ezt megengedhetem magamnak, amikor ez az én saját büdzsémbe belefér, én akkor kapok magamtól egy ilyen dolgot. Persze, tehát abszolút. Én például ehhez mérem, és van pár drágább táskám mondjuk, de nem a legdrágább kategória, viszont én azt gondolom, hogy otthonról egy olyan, hogy is mondjam, az édesapámtól azt láttam mindig, hogy neki soha nem számított, hogy milyen óra. A mai napig most karácsonyra kapott tőlem, képzeljétek el, egy tök szép pulcsit, és kérdeztem tőle, már előbb megkapta novemberben, hogy mondom, hordja majd télen, és még a címke rajta volt, és akkor mondanék, hogy apa, miért nem veszed már fel ezt a pulcsit? Hát ez túl szép, hogy én hordjam, azt mondja. Ja, és hogy én innen jövök, tehát hogy nálunk egyébként nem volt annyira ennek egy ilyen, nem tudom, ez nem ivódott annyira belém, de én, mint nő egyébként nyilván látom azt, ami szép, sok mindent tetszik, de ugyanúgy vásárolok egy fast fashionben is, mert semmi bajom nincs ezzel. Persze, sőt, abszolút. Még van, amikor egy turkálóba is elmegye. Én abszolút szeretem azokat a
darabokat, amik szépek és időtállóak. Tehát én akkor áldozok egy-egy ilyen darabra, hogyha tudom, hogy azt én nagyon szoktam vigyázni ezekre a dolgokra, tehát nekem van olyan luxusmárkás cipőm, amit 18 éves koromban összesporoltam és megvettem, és a mai napig nagyon jó állapotban van, mert nagyon vigyázok rá. Nem nőtt a lábad azóta? Nem. Igen, és igazából olyan darabokat vásárolok, amit tudom, hogy akár 20 év múlva is megállja. Hát az irracionális költés te racionálisan csinálod. Igen, és nem nagyon szoktam olyat, kivéve vannak olyan márkák, ahol kikerülhetetlen, hogy mondjuk ilyen monogram látszódjon valahol, de nem nagyon szoktam olyat venni, amiben ekkora felirat van. Aki ért hozzá, tehát mondjuk a márka elsétel mellette pontosan tudja, hogy az micsoda, de nem üvölt róla, mint egy ilyen címer, hogy én sokat költöttem a pulóveremre. Na, ha már luxus, ami Zolink, beújított egy pár luxus járművet, ez Aglár luxus, ha lehet így fogalmazni. Igen. Vannak egyébként ilyen komoly, Aglár... egy jó Lamborghini ez... traktor. Nem, az a luxus. Na, jó egyébként. De... Elmondom nektek, mi a luxus. Szécsi Zoltán a kék gépek mellett tette le a voksát. Láttunk egy ilyet. Bizony, ez a mezőgazdasági magazin forgatott a Zolival egy filmecskét. Ebből nézzünk meg először egy pár részletet, jó? Az autópályáról mindig, amikor Eger felé megyek haza, mindig nézegettem a kék traktorokat, meg a sárga kombájnokat. Kék traktorok már megvannak, most már csak a sárga kombájn az, amit meg kell szerezni. Izobuszos, ugye precíziós gépről van szó. Egy hengersort követő rövid tárcsasor, utána ismét egy tömörítő hengersor, majd a vetőcsoroszják. Egész érdekes kis melléksztoria, hogy fölhívott az üzletkötő Zoli. Baj van, mert 650-es gumikkal jött a gép, és hát ugye kisebb gumizással volt megrendelve. Mondom, várj egy picit, hagyd nézzem meg, hát azonnal beleszerettem, és végül is azt a pici felárat, azt mi bevállaltuk. Szécsi Zoltán nagyon optimistán szemléli a határt. Soha nem álltunk még így ebben az időpontban, mint ahogy most állunk. A szántóföldjeink 100%-a zöld, abból most 40 hektár van lucernánk, 30 repce, 30 búza, 60 árpa. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, nagyon optimista vagyok a következő év tekintetében. Na! Bocskor agrárvasárnap. Igen, de nekem annyira tetszett ez, hogy tényleg úgy beszéltél a traktorokról, ez valami olyan szerelem, mint hogy más valaki vesz egy 911-es Porsche-ja, van egy 65-ös Mustang-ja, aztán még egy ilyen, mint a Ronaldo, még egy Bugatti. Ez úgy hangzott nekem, mint hogy ez egy igazi szerelem lenne. Ez azért lett igazi szerelem, mert nagyon-nagyon vaciláltam rajta, főleg ugye ezen a nagyobb gépen, mert nyilván közgazdászként az ember megtérüléseket számolgat, és amikor beadtam ezt a pályázatot, akkor durván ilyen 18 és 24 év között jött ki a megtérülése, és olyan szinten szálltak el az input árak, illetve ugye a terményárak is, hogy ez a 18 év, ez lecsökkent mondjuk 7-re, és a felét állambácsi állja. Tehát ha ügyes vagyok, akkor én 3,5 év alatt megkerestem azt, amibe ezek a gépek fájtak, sokba fájtak egyébként. Köszönöm a banknak. Egyszer visszafizetem, ígérem. Ugye most arról beszélünk, hogy ez miért éri meg. Egy kamion műtrágyával kevesebbet raktunk be, 7 tonna vetőmaggal, és 5000 literrel kevesebb gázolajat használtunk fel idén. És ugye ha ez nem fagy el, láttunk ez a brutális repce, akkor vélhetően egy jó pár kamionnal több termény megy majd ki a telepről a végén. Na, egy racionális luxus. Igen. Egyébként... Olyan szokott lenni, hogy itt a gyerekek lefeküdtek, már megy este a szerencsekerék, és akkor még mondom a feleségednek, hogy figyelj, én kimegyek, és még nyomok egy kört. Tehát, hogy, de nekem van egy régi autóm, én néha beülök a garázsba, és csak elindítom a régi rádiótban, és így simogatom a műszerfalat, és így fogom a bőrkormányt. Esküszöm, nem megyek sehova. És iszom egy bort. Tehát, hogy ilyen szokott lenni, hogy ilyen... Nekem a tárgyak azok tárgyak. Komolyan? Tehát, ezek is, ezek termelő eszközök. Nyilván fölöslegesen nem megyek a nagygépen, megy bele az üzemóra, a másikra megyek. Jézusom, Zoli! Ez egy szerelem. Hát egy szerelem, csak ezen mondjuk az olajcsere az olyan 3-4 kiló. És akkor figyelj, mert ezek is ilyen nagyon hangosak? Így belül. Nekem a nagypapámnak... Ez belül semmi.
Semmi, tök csend, mert én vezettem egyébként traktort, ugye nekem a nagypapám, aki már sajnos nem él, ő ezzel foglalkozott egész életében, és akkor engem nem egyszer felültetett meg vitt magába, de ez olyan hangos volt, hogy én azt se hallottam, amit a papám kiabál éppen, hogy mit történik. Semmit nem hallasz, van bent két monitor, 2,5 centis GPS-szel talál vissza a saját sorára, tehát ugyanoda, ahonnan kezdte. Tehát lehet aludni benne, vagy... Hát, ugye autókormányzásos, tehát abszolút lehetne, nyilván fontos azért benne az ember, akinek ezt csinálja. Hát lakást lehet belőle venni, de mondom, bízom benne, hogy előbb-utóbb behozza. Na jó, akkor most egy pár fogalmat itt nem értettünk. Na. Izóbuszos precíziós gép. Az a traktoroknak van egy nemzetközi szabványa, ahol gyakorlatilag bármilyen vontatványt dugsz rá, ami izobusz szabvánnyal van, azt ő fölismeri és kezeli. Nem csak eszembe jutott az izofix gyerekülés a kocsiban, amit hátul bele, az akkor ezt értem. A hengersort követő rövid tárcsasor. Amúgy egy dolog akkor, miatt, egy dolog miatt mi mondom, mert ugye állandó téma az asszály, meg állandó téma a drága input. És így gyakorlatilag gázolajat spórolunk meg azzal, hogy ez egyben van minden. Tehát gyakorlatilag egy tarlóra rá tudunk menni, fogja, megnyomja a talajt, utána a tárcsasor egy kicsit megműveli, utána megint megnyomja, leteszi a műtrágyát és a vetőmagot is egy helyre. Tehát ha most azt nézed, hogy ennyinként van a búza, nem tudom, ez látszik-e, itt közte nem kap semmit enni a gyom. Csak a búza kapja a drága műtrágyát. Ugyanoda rakja a műtrágyát, mint a magot. Most azt mondtad, hogy engem érdekel, és akkor te magyarázod el nekem? Azért megmondtam, nem értem. De még egy, és még egy, ezt mindent egyszerre egy menetben. Tehát nem sok az üzemóra, Gábor. Egyébként te baromi optimistán álltál itt is a határban, ezt mondják a földekre? Igen. A határban. Mert ugye te vagy az első olyan gazdálkodó, aki nem rinyál. Tehát én mindig azt hallom minden tévé műsorban. Esik az eső, elveri a tél, a fó, a napsütés, az asszály, a dagája. Egyedül én vigyorgok a családban, amikor szakad az esőre, de eső jó ütemben kapjuk. Úgyhogy 400, tehát rengeteget kaptunk. Többet kaptunk az elmúlt 5 hónapban, mint előtte másfél éven keresztül. És ez jó. És ez jó, szépen ez jó. Telnek meg. Minden de akkor ez mi a többiektől, ez egy ilyen előpromózása annak, hogy drágább lesz az élelmiszer? Drágább lesz az élelmiszer. Tehát akkor ezt magyaráz meg nekem. Most láttuk, hogy ugye tudjuk, hogy post-covid van, ukrán háború van, értünk mindent, de mégis tehát az, hogy a tészta, a tojás, a kenyér kétszeres... Tök egyszerű, ukrán háború van, pont. A gáz ára fölment, a műtrágya az gyakorlatilag egy primer gáztermék. Tehát úgy, ahogy van a földgázt, nagy hőfokon szintetizálják a levegő nitrogén-oxigén, nem megyek bele. De a végén lesz, így van. Tehát, hogy tudjuk azért, Amerika irdatlan mennyiségű orosz gázt vett műtrágyaként. Mert abból lesz. Pont. Ezért hát 62 000 forintért vettem 2 évvel ezelőtt tonnáját a tavaszi nitrogénnek, most 310 000 pont ma jött meg a kamion. Ugyanabból egy tonna, az pont 5-szörös áremelkedés. De volt egy spórolós kék traktorod? Hát ez a szerencse, így nem van. Nem mindenkinek van. Mellette ugye a gázolaj is több lett, nyilván az ember is ugye az inflációs spirálban egy picit többe kerül. A végén a termény is, ugye a búza, kukorica is most körülbelül 2-szer annyi, mint volt 2 évvel ezelőtt. Na ezt teszi meg a sertés, a csirke, a marha és mindenki más, amit oda tesznek neked elét. Plusz van még ez a napraforgó nevű dolog, amiből éves szinten 50 millió tonnát termelnek, ebből 18-at Ukrajnában. Tehát akkor... Érted, jó, de hogy... értem, de amikor te, mit tudom én, összeszedsz egy láda lucernát, ami mondjuk kerül 100 forintba, és most tudod, hogy ezek vannak, mi van, Anita? Bála. Semmi. Mondjuk Bálának, de... Okay. Bálába szedett? Anna oda neki az aranykalászos oklevelét, légy. Nekem van egyébként. Én egyébként őstermelő vagyok, csak egyébként megjelentem. Ketten aranykalászos gazdák vagyunk. Igen. Szóval akkor te nem állsz ott a Báládra rákönyökölve, és azt mondod, hogy hát akkor most nem 100, hanem 150.
Tehát, hogy te is teszel még rá? Hínye, azt még mondja. Hínye. Nézd, azért mondtál pont jót, mert ugye aki tejet termel, az tudja, hogy lucerna nincs. Tehát, hogy a Dunától a kelet felé nem termett szinte semmi. Egyszer kaszáltunk egy normális tavaszit a négy helyet. Ez azt jelenti, hogy nagyjából most arra fogy ki mindenki a takarmányból az ország a keleti Dunától felé. A keletre? Igen. De neked a földjeid a Dunától nem, nyugatra nem, és keletre is terülnek? Nem, csak keletre. Ja. Tiszató mellett vagyunk, és egész egyszerűen tömegtakarmány az nincsen. Pont ezért a tejára megy föl, mert nagyon sokan felszámolták amúgy a tejhasznú szarvasmarháikat. Tehát ezért kerül a tej háromszor annyiba. Mert kevesebb a tején. Most már elveszettem a fonalat. Tehát magyarul most minden drágább, de most ha esik a sok eső, nem lesz a száj. Akkor lesz sok tehén. Meg egy picit. Akkor lesznek tehenek. Egyébként így van, és ugye kitör a világbéke, akkor minden visszatér egy, nem a korábbi árszintre, de valahova a kettő közé szerint. Jó, jövünk vissza egy számomra érdekes témával, 22 évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt Zámbó Jimmy, és azóta mindig újra és újra kap lendületet az ő története. Itt egyenként majd beszélgetünk azokról, amiket így olvashattunk Jimmyvel kapcsolatban, amit úgy lehetett hallani pletykákból, de igazából senki semmilyen konkrétumot nem tudott. Ezzel jövünk vissza egy pár perc múlva a reklámban. Vagyok, és folytatjuk Cserpes Laurával, Tornocki Anitával, Szécsi Zolival és Lakatos Márkkal. Mennyire érdekes az, hogy 22 évvel Zámbó Jimmy halála után újra és újra, és most főleg nagyon-nagyon tele van az ő életével, a sztoriával a média. Ugye ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy az RTL elindította a róla szóló sorozatot, és ahogy ő kommunikálják a Zámbó Jimmy élete, fikciós elemekkel. Ezzel talán picit bevédik magukat, hogy lehet, hogy van benne olyan, ami nem is úgy történt. Tudjuk, hogy a család bizonyos tagjai már akár perelni is készek a csatornát. Sokat támadják ugye ők ezt a sorozatot. De ugyanakkor meg az is furcsa, hogy a helyszínen engedték, hogy a lakásban, a házban. Ezt akartam mondani, az Edith megengedte, hogy a régi lakásukba forgassanak. Sőt, a ruháit is, azt hiszem az Ervin a Jimmy ruháiban forga. Igen, szóval nagyon furcsa az egész, akkor Péter Srameknek beszóltak, hogy ő nem Jimmy, ne akarjon, hogy Jimmy lenni, mondta, hogy ő nem is akar Jimmy lenni. Szóval volt itt minden, aztán a nagy Ervin, aki játssza a főszerepet, ugye, hogy ő túltolja az agressziót, aztán túltolni. Cikkek arról, hogy hova lett Jimmy haja, milyen viszonyai, tehát kapcsolatai voltak, kire fogott fegyvert, hogy általában levágták a haját, ilyen is volt régen, hogy valaki elvitte, vagy nem tudom. Azt szeretném tőletek egy első körben megkérdezni, hogy szerintetek, ha feldolgoznak egy ilyen ikonikus figurának, feldolgozzák az életét, akkor a brutális igazságot kell megmutatni, vagy a szépíteni kéne? Hát miért kéne szépíteni? Hát ha ez egy, azt kommunikálják, hogy ez a valóság. Akkor fikciós elemekkel. Fikciós elemekkel, oké. De hát azért senkinek nem nincsen olyan illúziója szerintem a Jimmyről, hogy otthon púderezgette az újszülött kiskutyákat. Tehát, hogy nem, csak... Igen. Tehát, hogy azért ő fegyverre járt hétköznapokban. De Anita, ezt te tudtad. Az újszülött kiskutyákat. Ezt te tudtad, meg én is hallottam ezt, de véletlenül a nagy közönség, aki a Dalait ismeri, szereti tévéműsorokból, imádja a koncertekről, ezt lehet, hogy nem tudta. Mi az, hogy valós? Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy egy ilyen problémás sztárnak az életét szerintem a közvetlen hozzátartozói is egészen másképp élték meg, más hangszínnel, más tónussal, más érzelmekkel. Tehát az, hogy pontosan mi a valóság, azt lehet tudni? Vagy ez nem beszélésekből talán össze lehet rakni, nem tudom. Tényeket, de az, hogy annak milyen szint adunk, nem? Vagy hogy milyen... Hát az igen, az nagyon sok. Meg az is más, hogy most ugye előjönnek, annak kapcsán, hogy előkerült a Jimmy, előjönnek emberek, hogy neki ennyivel tartozott, meg vele ezt csinált, meg azt csinált, tehát a 22 évig nem érezte szükségét, hogy ezt elmondja, akkor most miért? Azért, mert hogy ennek a hátán, hogy most felkapott megint a Jimmy, ő is szerepeljen. De önmagában szerintem azzal nincsen
baj, hogy megmutatnak valakit olyannak, amilyen volt. Aki szereti Zambó Jimmyt, és Zambó Jimmyt hallgat a mai napig, az nem fogja kevésbé nem hallgatni. Biztos, megváltoztatja a Jimmyhez fűződő viszonyát az, hogy mondjuk lát. Szerintem egyébként nekem van egy ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy azért az emberek inger küszöbét is el kell érni, és akkor itt vagy realisztikus, vagy fiktív jelenetekkel, nyilván ez így kicsit könnyebb, vagy kicsit jobban be tudja húzni a nézőt is. De valószínűleg ezért választották pont őt témának, igen. Mert hogy ő egy olyan inger küszöb, ami igen. Pont a sok igen. Titokzatosság, meg legenda, meg mindenféle miatt, meg megosztó karaktere miatt egyáltalán tök érdekes, és az már a rendezőnek a víziója, hogy ő mit mutat meg belőle, és ő hogyan interpretálja ezt a figurát, nem? Tehát, hogy mennyire tartja mocskosnak, vagy agresszívnek, vagy szerencsétlennek, vagy sztárnak, vagy tehát nem, hogy áll, hogy gyúrja össze ezt az embert? Hát igen, utólan. De azért szerintem, mégis... Szerintem ez csak arról szól, hogy véget ért a keresztanyú, és kellett egy... és kellett egy nagyon mafiózó. Ha mondjuk a ti életetekről valaki készítene egy filmet, akkor abban legyen szépen benne a... ez is egy jó kérdés. Akkor ezt is beszéljük. Legyen benne szépen a pálya, a család, a izé, a karrier, vagy az összes mocsok, amit átéltetek. Egy a fontos, ne legyen hasi zsírpárnál. A többi nem számít. Van-e, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy van olyan családtag, amely perelni a csatornát. Szerintetek van-e valakinek joga a halála után, akár a családtagnak beleszólni abban, hogy milyen film készül róla, vagy ez az ő élete, az a sírban van? Jogilag egyébként, hogy ez hogy néz ki, hogy a közvetlen hozzátartozóknak van-e, egyenesegi leszármazottaknak, vagy felmenőknek van-e joga kvázi becsületsértő dolgok? Igen, ez egy érdekes kérdés. Ez egy kérdés, hogy mihez van jogod, mert például pont az jutott eszembe, hogy ugye most már vannak ezek a mesterséges intelligencia programok, amivel embereket haláluk után is ugye föl lehet kvázi éleszteni, és akár mondatokat és mindenfélét lehet a szájukba adni, mintha azt ők mondanák. Ugye volt valamelyik ilyen amerikai igen. Elnökválasztás, ahol használtak is egy 17 éves elhunyt fiúnak a karakterét egy ilyen karakterét kampányban. És ő politikai véleményt formált igen. Meg, és fogalmazott meg egy de ez gyakorlatilag híres, emberek, de híres emberekkel kapcsolatban. Abba koncert, úgyhogy nincs ott az Abba. Tehát, hogy... Na de... Ők még beleszólhattak. Hát ők beleszólhattak. Na de mondjuk, persze, ha Marilyn Monroe-t valaki most elkezdené egy ilyen technikával föltámasztani, és olyan dolgokat adna a szájába, amit adott esetben ő nem mond. Már nem úgy értem. Nem úgy értem szavakat. Egyébként valamelyik kötök találkozott valaha Jimmyvel? Persze, sokszor. Te igen, sokszor? Nem, sokszor. Milyen alkalmakkor? Forgattunk sokat. Sokat forgattunk. Mert nagyon... Na és te milyen embernek láttad őt? Velem mindig nagyon kedves volt, de láttam azt, hogy azért van, akikkel nem. Tehát nagyon-nagyon kemény ember volt, és olyan nem volt, hogy valakinek jelent mondott. Szélsőséges uh-huh. Volt, nem? Igen. Te láttál fegyvert nála? Persze, sokszor. Elővette, mutatta, fenyegetés láttál? Nem, azt nem, de mondjuk azt, hogy ő úgy iszogatott, hogy ott volt. Hát az már maga egy fenyegetés, nem, hogy a kiteszel egy biztos. A kis pohár mellett ott volt a fegyver, az teljesen normális volt, és senkinek a szeme nem rebbent. Mert ez így volt rendben. Itt ugye jönnek a sztorik, hogy... Ez hozzátartozott, tehát hogy azért senki nem hőkölt. Hát azért szerintem a 90-es években is egy fegyvert kitesz valaki az asztalra, azért meg hőkörünk, csak azt mondja, hát igen, mert ott még a Jimmy. Mert akkor még ott lövöldöztek is a fegyverekkel, nem a 90-es években. Igen, ma van a gangster rap, volt a gangster vokál. Igen, abszolút. Szóval itt ugye jönnek a sztorik a sorozattal kapcsolatban, hogy a Pataki Attila előjött azzal, hogy fegyvert fogott rá. Egyébként pont azért, hogy Miskolcon Attila szeretett volna utolsóként fellépni, mert az ő otthona, de a Jimmy, de végül is Jimmy lépett föl egyértelműen. És utána vitték el Attilát az UFO-k? Az is a Jimmy intézte. Várjál, lehet, hogy magától ment. Akkor, ő hívta őket. Akkor mi volt még, hogy hogy a Gálvölgyi csinált róla egy paródiát, és akkor beruhant a Jimmy egy fegyverrel az RTL-be, hogy most azonnal lelövi a Gálvölgyit, kerítsék elő neki. De ez aztán valahogy lebeszélték róla, hogy ne öld már a Gálvölgyit. Tehát, hogy... Nyilván, hogyha beruhant egy fegyverre az RTL székházba, akkor ott látta az összes portás, a biztonsági őrait. De 22 évig erről nem volt szó. Bocs, de normális helyen azért ilyenére elvisznek. Tehát ez nyilvánvaló igen. Lőfegyverrel való visszaélés. Pont. Hát, abszolút. De 90-es évek volt, és ő volt Zambó Jimmy. Hát, egyébként igen, tehát ez lehet, hogy engem is azért raktak ki a reggelibe, mert kitettem a pisztolyomat az asztalra. Egyébként
Megelőző csapás volt, még előtte. Azóta se alszik. A legújabb érdekes sztori, ezt említette Danita, minden ilyen csepegtetve jön egyébként, hogy Delusa Johnny-tól kapott egy nagyobb összeget, ugye tőle kért kölcsön. Még nevesítette is a Delhusa, azt hiszem, hogy a Gregor Verlinek akart belőle lakást venni. Lakást venni, igen. És ezt a Johnny sose kapta vissza, hiszen Jimmy elhunyt. Kérje vissza Bernadettől. Ha ti lettetek volna azok, akik kölcsön adtok, és a hír hallatán, hogy elhunyt, akkor nektek... Várunk-e 22 évet, hogy visszakérjük? Nem, hogy nektek is az jut-e először eszetekbe, hogy mi lesz a pénzemmel. Mind neked? Mind neked, igen. Johnny is fordulódott egy 22 évig, mire... Igen, ha így nézzük, még korrekt is, hogy forgolódott 22 évig emiatt. 22 évig forgolódott, most kijött. De azt gondolom, hogy van egy kegyeleti időszak, amit kivár az ember, és az utána megkérdezi a hozzátartozókat, hogy tudnak erről, és hogy szeretnék ezt valahogy visszaadni. Tehát te megkeresél a hozzátartozókat. De hát nyilván egy hosszú időszak után nem tudom, milyen összegről van szó. De akkor is, hogyha a szeretőnek lett belőle lakás? Bocsánat, ahhoz nekem semmi közöm. Tehát ha én egy barátomnak adom, akkor nyilván elgyászolom a barátomat, hagyom, hogy a család is elgyászolja, és aztán én nekem nem kell nevesítenem, hogy ő mire kérte. Kinek hol van az a határ, amikor szól kegyeleti okok, ból egy picit várva, egy illő gyász időszakot kivárva, ez most időtáv, vagy összeg, vagy milyen viszony volt a családdal az illető? De melyiktől függ, hogy visszakéred-e a pénzt, vagy sem? Azért ez sok millió forint, akkor... Igen, meg azért van ez a jó mondás, hogy üzletben nincs barátság, vagy jobb, ha nincs. Tehát, hogy azért azt mondom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, hogy amikor ráadásul a másik már nincs, akkor most hogy kezd el a családtól, vagy a hozzátartozóktól visszakérni azt, ami a tiéd. Én nekem most pont a traktorvásárlásban én kaptam egy baráttól kölcsön egy közepes összeget. És kérdezgeti, hogy vagy napi szinten? Nem, sőt, ő mondta, hogy Zolikám, ne aggódjál nyugodtan, ezt csináld meg szépen, de erről pontosan tud Vanda, tehát nyilvánvaló, hogyha engem agyonüt a meteorit, akkor ő megkapják. De te papíroztál? Nem. Ha én mondjuk kedvet kaptam most ugye a gyors tárcsa, meg nem tudom én hallatán. Rövid. A gyors tárcsázás. Igen, tehát kedvet kaptam a mezőgazdasághoz, és szeretnék venni a traktort, és kölcsönkérnék tőled 20 millió forintot. És te ennek örülsz, mert hogy én is belevágok ebbe a bizniszbe, és látod, hogy én nem leszek olyan, mint a többi, hanem olyan leszek, mint te, mert tudom az input-output számítást. Jó. És te kölcsön adsz nekem 20 millió forintot, és én elmúlok, kimúlok, tehát meghalok. Na. Tehát te egy kis illő gyászidő után megkeresnéd a hozzátartozóimat, vagy legyint ez, hogy ez mit egy év lucerna, aztán megvan. Tehát, hogy... Ámen. Na, tényleg kíváncsi vagyok. Én úgy gondolom, mindenképpen. Már csak azért is, mert ha annyira barátom vagy, és itt belevágsz ebbe, és akkor valószínűleg fogom egy picit a kezedet, és hogyha bármi probléma van, akkor lehet, hogy azért ott holnap azzal a lucernával kell valamit csinálni, és azt nem szabad csak úgy hagyni. Értem, de... Érted? Tehát az egészet nekiállnék tovább vinni, aztán, hogy abból majd hogy és mikor látom a pénzem, majd valahogy egyszer. De ezt már megbeszéltük. Ezt a korábbi adásokban megbeszéltük, hogy a bocsi után mi öröklünk, Aristo Vévivel felelve. Igen, tudom. Na, Jimmyre visszatérve, 2023-ban vagyunk, többé-kevésbé mindannyian úgy helyek közel a showbizniszben dolgozunk, és ezen a szemüvegen keresztül szerintetek ma, 2023-ban ezzel a tehetséggel ő befutott volna-e? Biztosan. Biztos nem? Biztosan. Biztosan? Igen. Azok a hangi adottságok mindenképpen arra predesztinálnak, hogy legyen. Az alázat az néha picit hiányzott, de... Akkor... Kérdezett, hogyha mondjuk a pisztolya ment volna az X-faktor döntőre. Igen. Kimond nevet. Azokkal az adottságokkal, amit mondasz. Plusz ugye, azért ne felejtsük el, hogy puszipajtás volt rendőrkapitányokkal, amit mondta, szeretők, amik akkor nem kerültek az újságba, vagy pisztolylóbá, fenyegetések, stb. Ezzel az attitűddel, ez a 90-es évek vadkelete volt, ezzel az attitűddel tudna-e ő ma
működni. Azért nem lehet összehasonlítani, mert ott akkor a szórakoztató ipar ezzel mindennel összefüggött. Mindennel is de miért összefüggött. Most nem? Szerintem ennyire nem. Tehát nem gondolnám, hogy Péter Schramek lemegy Tiszakécskére és tart egy teltházas koncertet, de akkor a tiszakécskei rendőrkapitány az pontosan tudni fogja, hogy ő ki. Korábban azért abban az éjszakai életben, ahol ők állandóan mozogtak, nem véletlenül volt egyébként nála pisztoly, tehát emlékszünk, hogy azért ott még voltak kézikrált dobálások is másik étteremre. Azért... De abban az időben még mindenhol voltak kidobó emberek, meg mindenhol szedtek védelmi pénzt, meg ilyen teljes horror volt. De szerintem ez most is így van. Ez a jelenség létezik ma Magyarországon? Szerintem azért most már nem énekelgetnek ilyen éttermekben, nem, hanem inkább ilyen fesztiválok vannak, vagy nem tudom. Nem, most is vannak ilyen. Nem, a vidéki klubok. Fellépések most is, a vidéki klubokban most is, hát ha megkérdezed a mostani zenészeinket, ők járnak haknizni ilyen vidéki klubokban. Talán többen vannak. Ha Jimmyvel nem következett volna be ez a baleset, akkor szerintetek ma hol tart? Nem, nincs baleset, Jimmy él, eltelik 20... Zsűrizne az X-Factor. Szerintem Kossuth-Dénel. Nem, most komolyan, sokféle példa van. Ott van Korda Gyuri bácsi, aki töretlen, sőt, egyre nagyobb sikert ér el, és ott vannak azok, akik teljesen feledésbe merültek. Tehát, hogy ő szerinted hol tartana ma? Ez jó ötlet, amit Anita mondott, hogy valahol zsűrizne, hiszen azért elég színes volt a személyisége is. Mondjuk Gáspár Laci helyett? Nem tudom, hogy mellett Alex. Nem, én nem tartom a zsűrizés karriernek. Tehát én inkább arra gondolok, hogy nyilván azzal a zenei anyaggal, amivel hát Korda Gyuriék sem csináltak nagyon új anyagot az elmúlt 20 éve, tehát azzal ő tovább tudott volna a legendaként még felfelé ívelni? Hát, de gondoljatok bele, hogy például a fia is tulajdonképpen az ő dalaival szokott általában, tehát tulajdonképpen ezzel haknizik a Krisztián. Vannak saját dala is, de azért a mai napig a Jimmy dalok azok, amik tulajdonképpen, ezt ő is elmondja, viszi tovább ezt az örökséget. Tehát szerintem ez biztos, hogyha Jimmy élne, akkor a mai napig tudná énekelni és működni. Viszont az egy másik kérdés bennem, hogy az ilyen vad és féktelen típusú embereknek tényleg tud-e hosszú ideig tartani ilyen szempontból így a karrier, tehát vagy nem az tudott élet, volna konvertálni a mai 21. századi PC világba? Hát azt nem tudom annyira elképzelni, hogy ő... Nem hiszem, tehát ő előbb-utóbb ez látszott, hogy ez tényleg ilyen megzabolázhatatlan vadló-szerű személyisége volt, tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egyébként a zenész világban nagyon-nagyon sok olyan haláleset van, hogy a karrierje csúcsán meghal valaki, vagy így, vagy úgy, mert általában hasonló halálnemekben, mert valahogy nem tudják kordában tartani a saját személyiségüket. Igen, de jobban a korban halt meg, amikor amúgy az ilyen megzabolázhatatlan vadlovak elkezdenek egy picit lassulni. Tehát nyilván, hogyha ez nem történik, azért az, hogy mi volt 2001-ben, meg mi van most 2023-ban, bocsánat most már, nyilván ő is formálódott volna. Meg öregszik, a kettő együtt szerintem egyáltalán nem törvényszerű az, hogy neki az elmúlt 22 évben valami tragédia nem, persze, hogy nem, csak azért mondom, hogy de olyan sokat nem hiszem, hogy tud változni valakinek a személyisége, hogy ilyen totálisan belesimuljon a mai hétköznapi... Illetve, hogyha változott volna, akkor lehet, hogy elvesztette volna azt a jellegét, csillogó vonzerőt, nem? Ami... Igen, mert ez a vadság az, nem, ami így... Igen, de a művészetében nem volt vad, sőt. Pont az ellenkező. Igen, ott egy ilyen romantikusabb. Igen, egy romantikus lágy, érzelmes. Igen, csak hogy egy romantikus zene párosult egy izgalmas karakterrel. Egy izgalmas karakterrel, tehát ez a csomag volt az, amiért érdekes igen, volt. Igen, ez a karakter, hogy milyen ez most derül ki, ha a nincs túl sok fikciós elem abban a sorozatban. Beszéljünk másról. Itt van az év első testszégyenítős sztoria, és örülünk, hogy itt van Márk, minden elesetnek a védőszentje. Itt van Julian Néme, egy brazil plusz size modell,
és influencer, meg minden, és a következő történt vele, novemberben a Qatar Airways-zel szeretett volna Beirutból Dohába utazni, és Dohából majd aztán haza São Paulo-ba az anyukájával, és akkor azt mondták neki, hogy a mérete miatt, a testmérete miatt nem mehet a turista osztályra, hanem háromszoros árat kell fizetnie, és az első osztályon, vagy a business osztályon folytathatja az útját. Az odaúton nem volt gond, aztán itt van ő, aztán a... Csak azért jó, hogy látjuk. Aztán később ugye az Air France valahogy elvitte, de Julia nagyon-nagyon kiakadt, és elbukták egyébként a São Paulo-i csatlakozást, valahogy aztán hazajutott, a brazil nagykövet segített neki. A lényeg az, hogy annyira megviselte őt ez, hogy beperelte a Qatar Airways-t hátrányos megkülönböztetésre és lelki sérülés okozására hivatkozva, mert ugye ez megalázó volt. Aztán született is bírói döntés. Ennek értelmében a Qatar Airways köteles megtéríteni a modell pszichológiai kezelését, amire a történtek miatt szüksége van, azaz heti 78 dollárt fizet a Qatar Airways legalább egy évig, ez összesen 3718 dollár, ami kb. 1,4 millió forint. Tehát ez az örök vita tárgya, hogy rendben van-e az, hogy többet kell fizetni, vagy... többet kell fizetni azért, hogy másik helyre kerüljél, azért, mert nagyobb vagy, ez egy hátrányos megkülönböztetése, vagy sem? Hadd mondjam a saját példámat, nyilván nem ilyen irányban, hanem egyébként van. Mindig pont azért folyósóra veszek, hogy ne zavarjam a mellettem lévőt, vagy az ablakhoz, hogy teljesen be tudjak dőlni. Tehát itt ugye az a kérdés, hogyha a Laura megveszi mellettem a középső ülést, és én enyém a szélső, mennyire zavarom az ő útját? És hogyha nem férek el a saját székemen, hanem átlógok az övére, akkor igazából neki kéne kevesebbet fizetnie. Tehát vannak olyan légitársaságok, ahol benne van egyébként az árszabásban, hogy bizonyos méret fölött, te köteles vagy két ülőhelyet megvásárolni. És sok légitársaság egyre inkább tesz ilyen különbségtételt. Valaki így oldal meg, ahogy te mondtad, hogy két helyet vetett meg, valaki ott nem engedi fel, és azt mondja, első osztály. Ez logikusabb, mint az, hogy mennyi lát a bizniszre vagy az első osztályra, mert két turista jegy nyilván még mindig sokkal olcsóbb. De lehet, hogy nem volt már helyet ott, hogy tömve vannak a gépek. Mivel te magas vagy, és nem ennyire széles, tehát hogyha ilyen biztonsági okokból sem biztos, hogy jó, hogyha őt így leülteted, mert hogyha hirtelen valami történik, és fel kell pattani, akkor nem biztos, megkerülni. Hogy a hölgy... 93-ban repült nővérem Coco Beach-ről Miami-ba, kis géppel, azt hiszem ilyen 6-8 személyes, mérlegelés. Kőkeménye mérlegelés a felszállás előtt, és hozzáadták a csomagodhoz, és hogyha a kettő nem tudom hány fontot túllépett, akkor még csengettél, pont. A testsúlyra. A kettő. Márk, mit szólsz ehhez? Hát szólni se tudok. De igazából... Tessék? Ott kezdődik nekem a problémám, hogy ő azzal haknizik, hogy ő plusz size modell. Ami azt jelenti, hogy ő teljesen pozitív a saját testével kapcsolatban, igen. Ő ezt amivel mutatja, nincs semmi gond, de ő ugye bele akarja préselni magát a 18C-be. Halló? De ha ő plusz size modell, akkor ő tisztában van a saját méreteivel. Ha meg tiszta vagyok a saját méreteimmel, és én ezt büszkén vállalom, akkor nem kell nekem pszichológiai kezelés azért, mert valaki azt mondja, hogy kövér vagyok. Nagyon jó. Hát igazából igen, ami a dologban az igazság, hogy ez a pszichológiai kezelés történet, ez egy kicsit inkább ilyen nyerészkedésnek tűnik. De sokat nem kapott, ha belegondolsz, tehát 3718 óra. Az egy reális összeg, ha hetente eljár pszichológushoz. Meg jó lenne látni az ítéletet, mert amúgy, hogyha úgy van, hogy fizetnie kell a pszichiátriai kezelésedet, el is kell menni és hozni a számlát, igen. Akkor az azt jelenti, hogy te nem tudom hány hétig jársz kezelésre. Igen, neki egy évig kell járni hetente. El fog menni. Szerinted elkölti? Csúroszra? Hát lehet, hogy a pszichiáter kapja a pénzt, és nem Jó, Márk, tehát akkor te úgy vagy vele, azt gondoltam egyébként, hogy te nagyon-nagyon fel leszel háborodva, de nem vagy. Hát igazából azon gondolkodom, hogy egyrészt természetesen megkülönböztetni embereket a súlyuk miatt nem lehet. Az, hogyha van egy utazási eszköz, aminek van egy fix ülése, az meg egy de olyan... azt mondja, hogy ő utazott, tehát ő benyomja magát az ülésbe, tehát nem erről van szó. Mellette ül valaki, mondjuk az Zoli, aki nem fér. A taxinak is van egy megengedett ösztömege.
Ha beül, ha jön négy ilyen hölgy, és beszáll a taxis mellé, akkor az felnire raktuk a kocsit, és nem mehet. Tehát effektíve szabályt sértene vele. Jó, hát biztos, hogy egyébként a liftnek is van. Igen, nem arra van szó. A liftnek is van, de nyilvánvalóan a repülőgép fel tud szállni, hiszen ha az első osztályra teszek, attól még az repül. De ha csak ilyen hölgy ül föl, akkor nem biztos. Hát ha 340 ilyen hölgy ül fel, az a Boeing az nem száll fel. Meg tényleg, tehát az, hogy ahogy a Qatar Airways-nek nézni kell a többi utasnak a kényelmét is, tehát hogy aki ő mellette ül, az így fog utazni, mert ő el fogja foglalni a mellette ülőnek a ülésének is. Világos, a felét. Hát igen, csak én meg azt gondolom, hogy akkor viszont erre gondolni kéne a légitársaságoknál, és kéne olyan sorokat csinálni, ahol nagyobb székek vannak, mert egyébként, hogyha a lakosságnak akkor mindenki oda menne, akkor Laura ott lehet, hogy azt meg pozitív diszkriminációval súlyhoz kéne kötni, hogy pont azért, hogy senki ne zavarja a másikat. Az apróbetűs részekben nagyon gyakran benne van, most már egyre több ilyen, főleg ilyen fapadosoknál, hogy ahol föl lehet hajtani, ott például a dupla jegyet kell venni, kész. Mm. Mondjuk nem háromszoros ára, ami igen, a bizniszen, nem tudom, hogy itt miért nem lehetett úgy megoldani. Valószínűleg tele volt. Lehet, hogy nem volt. Mi van egyébként, utána néztünk, 198 magas vagy. De egyébként, bocsánat, az viszont szerintem az meg a légitársaságnak egy szemétsége, tehát hogyha tele van a turista osztály, és a szerencsétlen nőnek eladták ezt a jegyet egyébként, nem kérdezték meg, hogy hány kiló, nem kérdezték meg, hogy... Bár, te is tudod, hogy online foglalsz, okay, három kattintás. Eladtak egy jegyet, oda jön egy nő, akit a súlya miatt nem akarnak leültetni egy székre, és van egyébként opció arra, hogy átültessék őt azért, hogy a többi ütés kényelmesen elférjen a bizniszosztályra, szerintem az szemétség, ezért vele kifizetetni a biznisz jegyet. Számtalanszor ültettek át bizniszre, úgyhogy... Jöjjön uram, van három darab üresre, és nem csak a Malévnél, nem. Nálam is volt ilyen, persze. Tehát ez előfordult más társaságoknál. Amikor túlfoglalások vannak, és egyébként meg azt gondolom, hogy ha ez egy ilyen rendszer, akkor online foglalásnál is az első rubrikánál ki kéne adja azt, hogy akkor adja meg a súlyát ugyanúgy, hogy a kisgépnél, ha ez egy issue, ha ez egy fontos szempont. De az is lehet, hogy nem a súly, mert őt nem tudom, hányra satszoljátok, nem tudom, szerintem 150 lehet körülbelül, hogy nem is feltétlenül a súly csak, hanem ugye a terebélyesség. Hát a gyekörmélete. Aki általában súlyos, az terebélyes is, mert nem befele sűrűsödik. Világos, mert Zoli, engedje teli a kádat, menjen be és mérje meg, hogy hány liter víz fogy ki. Gyanítani lehet, hogy akinek a súlya nagy, annak a térfogata is nagy, nem? Mert hasonló, hát azért hasonló szövetből vagyunk összerakva. Egyébként visszatérve arra, sértés az, hogy közlik veled, hogy nem férsz bele ebbe a székbe, vagy nem sértés? Csak azért kérdezem, hogy ez egy pszichológiai... De hát könyörgöm, hát azért nyilván tisztában van vele, hát ő abból él, hogy ő a pozitív testtudatot kommunikálja, hogy ekkora testben is lehet szeretni a testet. Ha ő szereti a testét azért, mert nagy, akkor tisztában van vele azzal. Én szerintem tényleg azon, hogyha ez egy probléma, mert pedig egyébként a világ lakosságának egy jelentős része, főleg azok, akik repülnek, azok túlsúlyosak, akkor ezt kezelni kéne, és ezt előre... Egyre kisebbek az ülések a repülőgépben. Egyrészt, főleg egyre kevesebb a hely is, de szerintem ez tök simán el lehetne úgy intézni, hogy azt mondani, hogy emberek, az van, hogy egy ilyen repülőgép ülés ennyi súlyig foglalható. És ugye csak nem kisbetűben, hanem ezt teljesen egyértelművé tenni, mert onnantól kezdve ő sem sértődhetne meg azon, hogy most éppen a légiutas kísérő vagy a földi személyzet hogyan beszél vele és hogyan nem, hanem amikor foglalja, akkor már tisztában lenne azzal, és egyébként szerintem kéne biztosítani nagyobb üléseket is egy-egy sorba, ahova azok foglalhatnak. Ezt nem tartanám. Igen, tehát én tényleg már így ülök, pedig nem vagyok plusz size egy repülőgépen, és akkor jön Giuliana, és helyet foglal egy kanapén ugyanazért a pénzért. Tehát például, hogy értsed, ha én beülök, és nem tudtam venni nagyobb lábteret, mert már elfogyott, akkor az előttem lévőnek én nem mondhatom azt, hogy ne döntse hátra az ülést. Igen. Pláne egy interkontinentális járaton, pedig a veséjében lesz a térdem, hanem megpróbálok úgy elhelyezkedni, hogy mégis meg tudja csinálni. Tehát ez oké, ez megoldható. Nyilván ő nem fogja tudni arrébb húzni mind a két karját.
De ezért kéne egyébként a magasság meg a súlyszám, szerintem simán lehetne differenciálni az üléseket és a sorokat, és az pedig egy abszolút állampolgári szolidaritás, hogy azért, mert neki nagyobb teste van, igenis nagyobb helyre van szüksége, azért te miért, azért te miért szavazod őt, hogy te kisebb helyen ülsz? Már régen nagyon sok helyen volt economy plusz. Oké, de mi szorul? Tehát az, hogy nagyobb a széket kap, az nem azt jelenti, hogy ő ugyanúgy a saját térfogatához képest nem szorong, mint te a repülőn, csak ő a saját súlyához képest van. Igen, kevés helyen neked meg a saját súlyához. Ez nagyon hosszú járat, most akkor Laurának kisebb széket csináljunk? Igen. Igen. Nem. Mindenkinek a saját teste szerint legyen széke. Jó. Na. Hogy fizessen. Igen, pluszba. Azért, hát azért, mert ő nagyra nőtt, nem adnak de neki. De én nem azt mondom, hogy ne kelljen valamennyivel többet fizetnie, ja, de ne előre a biznisz osztályra, úgyhogy ki is kell fizetnie. Értelek, Márk. Most a traktoron is legyen a kis testű parasztnak. Kisebb széke. Állatvédelem lesz a következő témánk, ez nagyon-nagyon izgi lesz, főleg Anita véleményére leszek kíváncsi. Vasvári Vivien. Luxus feleség a foglalkozása és influencer. Képzeljétek el, hogy ő elment Balira, és szörnyiségeket látott, elefántokat. És nagyon-nagyon megrökönyödött azon, hogy az elefántokat ott hol tartják, megnézzük a képeket, beszélünk erről, és majd arról is fogunk beszélni, hogy egyébként állatok tartása az most mennyire állatbarát, avagy sem, hiszen rengeteg féle módon tartanak állatot, mint ezeket az elefántokat, állatkertben, haszonállatok, stb. Anita, lesz miről beszélnünk, lesz mitől felébredned. Jövünk mindjárt a reklám után. Is. Ahogy ígértem, az állatvédelemmel Vasvári Vivien most már mindenki ismeri, elmondtam a két tulajdonságát, luxusfeleség és influencer. Nem is feleség. És feleség. A luxus feleségben benne? Vagy most nem luxus? Nem, csak most nem feleség. Luxus ex-feleség. Igen, ex-feleség. De most megkérték a kezét. Igen. Igen, de nem lássam. És leendő újra feleség. Igen. Ne veszünk el a részt. Akkor dupla luxus lesz. Igen. Na ő megmutatta most az emberi oldalát, járt Balin, és olyat látott, amit meg kell, hogy nézzetek ti is, és ezt írta egy posztban. Elmentem Balin az elefánt szafari parkba, hogy megnézzem, hogy bánnak az elefántokkal. Milyen körülmények között élnek. De amit láttam, az teljesen megdöbbentő és felkavaró volt számomra. Ez itt teljes mértékben állatkínzás. Rengeteg turista jön ide, hogy elefántháton fürdőzgessen az elefántmedencében, vagy éppen egy hosszú szafari túrát vegyenek a hátukon. Hogy van képes ezt bárki is élvezni? Vannak szép állatkertek, ahol szépen vannak tartva az állatok. Esetleg képet is lehet velük csinálni, vagy megetetni. De ez itt, hogy engedhetik ezt meg? És egyből a hozzászólók között jelentkezett egy elefántmentő alapítvány, és azt mondta, hogy ők felkérnék nagykövetnek Vivit. De itt Budapesten mentik az elefántokat? Nem, van egy ilyen, aki nemzetközi, tehát a ilyen nemzetközi elefánt klub. De nem mindenki volt olyan lelkes, mint az elefántklub, mert azt mondta, tehát többen ilyen múltbéli dolgokat felhoztak, például, hogy pár éve sarkiróka bundában pózolt, és akkor, amikor szemére vetették, akkor azt mondta, hogy de hát ezeket erre tenyésztik. Akkor ez így el volt intézve, aztán felemlegették, hogy 4 év alatt most már a negyedik kutyáját tartja, bár az egyik által meghalt, tehát az igazolt, de hogy cserélgeti őket, mint hogyha kiegészítők lennének. Álltok az egyiktől... Az megy a bundához. Álltok az egyiktől, azért szabadult meg, rápiszkított a szőnyegre. Szóval a kérdés az, hogy aki ilyen hangosan azt mondja, hogy most látott, és itt látjátok, ez egy ilyen dzsungeles terület, én voltam hasonlóan Tájföldön, jó, valamikor oda láncolják az elefántot, hogy ne szökjön el. Meg a tigriseket is beszokták kábítózni. Amúgy nagyon képeket csinált, tehát ez semmi baj nincs. Alapvetően ezekről a helyekről valóban mentik az elefántokat, és valóban nem jó környezetben élnek. Hozzáteszem, azok az emberek, akik a gazdái ezeknek az elefántoknak, azok az emberek sem élnek túl jó körülmények között. Tehát, és azért csinálják ezeket, azért csinálják, hogy el tudják tartani a gyerekeiket. Tehát meg az elefántokat. Nyilván ez nem menti föl
nem ment fel senkit az alól, hogy az állatokkal nem megfelelő módon bánjon, csak ezt azért tudni kell akkor, amikor az ember látványosan fölháborodik. De mennyire hiteles ez, amit Vivi... A másik probléma az ebben az egészben, hogy mindenki először a saját házatáján kezdjen elsöprögetni, tehát nem kell bundába járkálni, pláne nem ilyeneket nyilatkozni a prémükért tartott állatokról, nem kell cserégetni a kutyákat, és ha minden rendben van, akkor elkezdhetek kitekintgetni, de akkor mondjuk menjen el valamelyik magyarországi menhelyre segíteni. Hát ez igazából úgy hívják, hogy memória, nem? Na, mit? Hát, hogy emlékszem-e arra, hogy mit mondtam 5 évvel ezelőtt, meg mit csináltam, és most mit csinálok? Tehát, hogy ez ilyen igazából intelligenciás memória. Én arra lennék kíváncsi, hogy amúgy miért jó az elefántok medencében fürödni közösen? Tehát az elefánt szokik úgy pisilni, meg kakilni, és ugye őt annyira ez a víz nem szokta zavarni ebben. És a Balatonban. De ti amikor nagyobb. Voltatok bárhol valamilyen egzotikus úton, és akkor ott lehet, nem tudom, delfináriumban menni, fürcsizni együtt a delfinekkel, tigrissel fotózkodni, elefánt háton, elefánt tagolni, vagy... Igen, de ilyet nem csinált? Bocs, nem csinált? Egyikőtök sem? Én úsztam delfinekkel, de vagy vízzel. Én is ezt akartam mondani, hogy olyan, a természetes élőhelyén nézem meg, tehát olyan helyre hát megyek. Hát ez is, ez a dzsungel. Nem, ez nem a dzsungel. Ez a dzsungel. A dzsungelben vannak ilyen betonozott karikák? A biztonság érdekében. Aha, igen. Tehát, hogy modern dzsungel. Én voltam elefánt. El lehet menni olyan környezetbe, ahol az elefántok élnek, és ahol te megnézheted azt, hogy ők hogyan mozognak a saját. Na, a Vivian biztos nem fog elmenni. De most komolyan, de ilyen élményt nem vettél soha? Nem. Sehol? Laura, te igen. Én bevallom őszintén. Én is. Hogy volt egy ilyen, ez egy meglepetés, ez egy ajándék dolog volt nekem, hogy én gyerekkorom óta a Szabadítsátok ki, Willy volt a kedvenc filmem, és tényleg volt ilyen időszak, hogy anyukámnak azt hitték, hogy kettős vagyok, mert mindig bálnát rajzoltam egyfolytában. És pár évvel ezelőtt volt szerencsém Floridában elmenni a SeaWorld-be, uh-huh. amire ilyen szempontból nem vagyok büszke, mert tudom, hogy egyébként ez egy nem jó hely, ahol viszont először, amikor megláttam ezt az állatot, akkor nyilván ilyen zokogásba történt, hogy látok egy ilyet. A bálnát? A bálnát, igen, ezt a gyilkos bálnát, és aztán utána ott kellett maradni velem a délutáni előadásra, és ahol viszont már azért sírtam, hogy lehet őket itt egy ilyen tartályban tartani, és tényleg, hogy ez ilyen akkor nagyon... Bipoláris vagy egy kicsit, igen, de hogy... Tehát, hogy igen, ott tényleg egy olyan élmény... Egy olyan élmény... Ez pár évvel ezelőtt volt. És végül kiszabadítottad? Nem, szóval az a lényeg, hogy igazából tényleg szerintem érhetik az embert ilyen érzések, meg ilyen élmények, de nekem volt például olyan, hogy pont egy ilyen kisgyerekkorom... De hát látod, hogy rossz érzésed volt aztán, tehát vágytál rá, és rossz érzésed volt. Végül nagyon rossz érzés volt, igen, meg egyébként célom, hogy egyszer a szabad, tehát a környezetükben, az élőhelyükön lássak ilyen állatokat, ez egyik ilyen nagy bakancslistán. Azért az orkával azért viszont, annyira nem úsztál. Sőt, már úsznak is vele. Nem, én nem úszni akarok, csak hajóról akarom nézni. Nem, én is voltam egy ilyen, én Tájföldön voltam egy ilyen elefánt helyen, és az egy nagy dzsungeles terület volt, akiről nem akarták, hogy elkószáljon, azt is megláncolták nyilvánvalóan, de azért mentünk be a dzsungelbe, elefántra, stb. Utána vettünk nekik finom banánt, nyilván az a pénz az ment valamire, volt, amelyik festett egy szép képet, és szerintem tök oké volt. Hát ezzel nekem az égvilágon semmi bajom nem volt. De ez minden így van. Tehát van, ami tök oké, tök rendben van. Vannak felelős kutyatartók. Azokat is kisgyerekek gyártják Afrikába egy dollárért, tehát hogy mindenhol van ilyen, persze, de attól még az nem oké. Ja, jó, de akkor melyik a jobb? Az állatkerti állattartás, vagy egy ilyen élmény, elefántolgatás, meg nem tudom mi, vagy teregelés. Ezekkel az a probléma, hogy lehet, hogy pont azok, akikkel te mentél, azok megfelelő ellátást kaptak, és vannak, akik nem. Ezeknek nincsenek keretei. Tehát egyfajta ilyen szafari körülmények között tartani állatkertbe. Egy állatkertbe vannak normális keretek, nem feltétlenül rajongok az állatkertekért, de területben az ne viccelj, az 20-ad akkora, mint amin ez látszik. De a fajtáknak a védelme, a cél, kapnak megfelelő állatorvosi ellátást. Ezek a szerencsétlenek nem látnak. Igen, de az állatkertben az elefánt, az tényleg jóval kisebb helyen van, nem? Nem látnak állatorvos egész életükbe, tehát az a lehet, fáj a de az állat szempontjából lehet, hogy ez egy boldogabb elefánt, mert lát dzsungelt, néha elviszik sétálni. Egy állatkertben ott van mit tudom én... Állatkertben sose ülnek a hátán ilyen Joan típusú turisták, vagy nem tudom, hogy hívták a plusz size hölgyet. Jó, ezzel nem nagyon erőlteti meg magát az elefánt, a rájú Joan. Egyrészt, másrészt meg azért azt ne felejtsd el, hogy az elefántokat arra használták, mint a lovakat is, teherhordás. Hogy teherhordásra, meg,
megültek rajta, tehát évezredeken keresztül. De a tevegelés is akkor, nekem például volt ilyen élményem, és én ott nagyon sajnáltam az állatokat, ott is borzasztóan bánnak velük. De most eszembe jutott, hogy bár Willit nem szabadítottam ki, de van egy bevásárlóközpont, nem mondom a nevét, ahol a halakat, tudjátok, a halrésznél ilyen százat egymás. Nem, ez egy ételeket vásárolni. És így képzeljétek, hogy olyan többször volt már, hogy vettem ott ponty. És kiemelted a Dunába? Igen, nem tudom, hogy túléltem, mert nem jött vissza megköszönni, de ilyet megcsináltam. A lányom ugyanezt akarta csinálni. De hallod, mielőtt visszaengedted, kívántál? Nem, mert akkor az volt a cél, hogy ő szabad legyen. Láttam, hogy vitted el addig? Hát addig annak, tudod, egy ilyen szatyorból, de egyek vizet is tesznek hozzá, mert ezt kértem, hogy ne. Láttam egy YouTube videót, én ahol egy fickó vett egy élő homárt egy amerikai szupermarketben, hazament, levágta az ollóiról a kis gumikat, akkor nagyon lassan kezdett el újra, berakta a vízbe, és elkezdte nevelgetni, és egy YouTube sorozaton mutatta, hogy nem tudom, George a homár, vagy nem tudom, hogy hívta, hogyan fejlődik, és eteti, és stb. Tehát vannak ilyenek kérdés, hogy ennek van-e értelme. Kinek milyen állata van akkor? Oké, 34 kutya, neked csak tejjelő teheneid vannak, vagy más állatod is van? Nincs más. Kutya van még ott átmenő forgalomban, sajnos a kicsi cukit, az, aki nagyon jól érzi magát és levadásza a világ összes patkányát, azt mindig ellopják. És akkor neked, Laura, kutya? Kutya. Márk, állattalan? Nálam sok állat megfordul, de nem maradnak ott. Szerintetek... Nem jog a tartás. Igen, igen. Szerintetek melyik a szomorúbb? A Vivi elefántja, vagy a Zoli szarvasmarhája? Vivi állat szempontból. Vivi elefántja. Miért? Hát a Zoli szarvasmarhája benn van egy ilyen izébe, nem, és ott minden nap cuppogtatják most, a izéjét. Most mondta, hogy kiengedik. Ráadásul most nem is cuppogtatjuk, amíg nincsen sok lucernánk. Basszus. Még akkor, hogy unatkozik. Állat szempontból, te tudsz állatfejjel gondolkozni? Na. A Vivi elefántja a szomorúbb, vagy a szarvasmarha? Továbbra is az elefántot mondod? Igen. Miért? Mert százszor intelligensebb, mint a szarvasmarha, például. Egyrészt, másrészt... Tehát tudja, hogy hol van. Másrészt pedig azt gondolom, hogy Európában pláne egy ilyen farmon, nevezzük így, pláne a Zoli személye miatt nagyon oda kell figyelni a megfelelő tartási körülményekre, azt ellenőrzik, ugye van krotália a marhák fülébe, ellenőrzik az oltásukat, a tartási körülményeiket, tehát hogy ott tényleg oda kell figyelni arra, hogy hogyan tartod, hogy egészségesek azok az állatok, tehát míg azoknál az elefántoknál senki nem fog reklamálni. De az, hogy egészséges, attól még lehetnek pszichés zavarai. Igen. Igen, de a Zoli azt mondja, hogy megfelelően tartják őket, kiengedik. Reménykedünk, nyilván azért nálunk is voltak hibák. Meg szoktátok őket kérdezni esetleg? Igen, elégedettségi kérdőjük. Depresszióra nem hajlamosak? Jó. Gyerekek, jöjjön egy utópia. Vagy jöjjön egy fikció, mondjuk így. Mindenki ismeri a Majmok bolygója című filmet, ugye? Tehát, elefántok bolygója? Tessék? Elefántok nem, bolygója? Azt szeretném kérdezni, nincs elefántok bolygója, azt szeretném kérdezni tőletek, hogy Majmok bolygója mintájára volna egy társadalom, ahol ugye egy nálunk felsőbbrendű faj, legyenek ezek majmok, uralják a mi világunkat, és mi emberek ugye alsóbbrendűek vagyunk, és most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy egy ilyen világban mik lennétek leginkább? Tehát emberkertben kiállítva, tehát állatkert emberkertben kiállítva, vagy tenyészenek a bőrödér, májadér, vagy fejjenek belőled folyadékokat, vagy... Zoli? vagy házi ember szeretnél lenni, plüsspárnán, ha gazdag a gazdi, akkor Gucci kötött ruhában. Csak óvatosan a szőnyeggel. Vagy vadon élve, tehát hogy akkor te mennél a határban. És kilőhetnek. De vannak veszélyek, vannak medvék, farkasok is ugye itt Magyarországon, de hogyha nem tudom, Balin élsz, akkor lehet, hogy tigrisekkel találkozol. Tehát, hogy emberként mi szeretnél lenni? Mondom, emberkert, haszonember. Plüss. Házi kedvenc. Házi kedvenc? És hogy képzeled magad, milyen pózban? Hát valami nagyon kényelmes. Laura? Hát, hogyha ezt így tényleg így komolyan elképzelném, akkor nyilván a szabadságot választanám. Tehát te a vadonban, bár vannak veszélyek, de azzal megküzdesz, ez a természet rendje, jön hát, a grizzly. Tényleg ezek az opciók vannak, hát, amiket figyelj, most felsoroltál. Ez elég sok. Én ezek közül valószínűleg... Tudsz még valami mást kitalálni?
Tehát a vadonban, és akkor a de saját... De nyilván ott az ember közösségben, tehát hogy ott nem csak egyedül, hanem a családdal, vagy nem tudom kivel. De akkor ott lennél a Börzsönyben, építeni magadnak kunyhót, ha jön a medve, kikerülni. Igen, inkább azt tudnám elképzelni, szednél magadnak, mint hogy valakitől, vagy valamitől függ. Szednél élelmet magadnak, szereznél. Igen. Tehát nem úgy, mint az Zoli feküdne egy párnán, és vakarják a tarkóját. Cserébe kapom a viszkaszt. Kényelmes. Tehát te ezt, Anita? Igen. Egyértelmű. Ugyanaz, mint a Laura. Igen, nem ember kert, ott van orvos, azt szereted. Ja, de nem. Hát akkor, hogyha ha kizsákmányolnak, akkor legyen orvos, de nem. Kimehetsz-e idáig? Tehát ideig kimehetsz is. Ismerve magamat, az lenne, hogy érdekelne azért, hogy mi van náluk, és olyan lennék, mint azok a kóborkutyák, akik aztán kiválasztanak egy gazdát. Tehát te menhely ember akarsz lenni. Én vadon élnék. Menhely ember akarsz lenni. Nem, én vadon élnék, de előbb-utóbb lehet, hogy hozzácsapodnék valakihez, aki nekem szimpatikus. Uh-huh. Tehát én választhatnám ki. Én választhatnám ki, hogy kinek a kanapéján szeretnék. Ügyes. Na, már te jössz. Én nem bánnám, hogyha bármit ki is sajtolnának belőlem. Na jó, van, ennyi. Nagyon köszönöm. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Utolsó Csepes Laura. Tornocki Anita. Szécsi Zoli. És Lakatos Márk. Köszönöm szépen. Annyi mindent tanultam a mai adásban, tényleg. A mezőgazdaságról, állatvédelemről. A folyadékokat hagyjuk. Szép estét mindenkinek, egy hét múlva találkozunk újra, viszontlátásra. Thank you.